hazugságokkal traktálják az országot. Olvasom minden hónapban újra és újra többször, hogy milyen jó is a helyzet Magyarországon. Milyen jó itt, bárcsak így lenne. Mindenki ezt szeretné, és vannak, akik ezért is dolgoznak. Milyenek vagyunk. Azt gondolom, Orbán Viktor eljátszotta ezt a kártyát. Az elmúlt 3 év alatt, több mint 3 esztendő alatt, ő azt bizonyította be csapatával együtt, hogy nem alkalmas erre a feladatra. Nem alkalmas erre a feladatra azért, mert a szavak szintjén, bár azt mutatja, hogy jobb, ami van ebben az országban, mint ami volt. Mindegy, hogy foglalkoztatásról, életszínvonalról beszélünk, sikerpropaganda az van. A valóság meg egészen más. És persze vannak ebben hű követői, vannak ebben olyan államtitkárok, miniszterek, akik fújják a szót, de a valósághoz semmi köze a történetnek. Nézzük egy picit. Nézzük egy picit a foglalkoztatás kérdéskörét. A legújabb KSH-s adatok azt hozzák, hogy ilyen jó még soha nem volt. 3.964.000 foglalkoztatottról beszélnek, hát szeretném jelezni csak azért, hogy világos és tiszta legyen, hogy a válság beköszönte előtt 3.924.000-en dolgoztak ebbe az országba, szignifikáns különbség nincs, mértékadó különbség nincs, 40.000 a különbség. No, de szeretném jelezni azt is, hogy ez a 40.000 ez úgy jön ki pluszba, a 2008 őszéhez képesti számadatoknak, hogy közben mintegy 500.000 ember elhagyta ezt az országot. Tudják, ez az a Matolcsi féle kinyilatkoztatás. Eltalált egy számot, neki is illik egyszer eltalálni egy számot. 500.000 ember ezt alátámasztotta a KSH, a GKI különféle kérdésekkel, olyanok, amelyek arról szólnak, hogy példaként azok, akiknek Magyarországon állandó lakhelyük van, azok közül 335.000-et mértek. Vannak olyanok, akik tartósan, nem Magyarországon végeznek munkatevékenységet. A másik mérés meg azt támasztotta alá, hogy a 6 hónapnál hosszabb futamidejű időtartamú munkavállalások tekintetében 280.000 ember van a határon kívül. És még akkor nem beszéltek a szezonalitásról, a rövidebb futamidejű foglalkoztatásról. Hát ők is 100.000-es nagyságrendben vannak a határon kívül. Így tehát egy mondattal összefoglalható a történet a foglalkoztatás politika kapcsán. Ma Magyarországon, miközben azt próbálják kimutatni, hogy többen dolgoznak, mint akár a kormányváltáskor, akár a válság beköszönt előtt, az a helyzet, hogy több 100.000-rel kevesebben dolgoznak. Igen, itt Magyarországon ma több 100.000-rel kevesebben dolgoznak. És ezeknek az embereknek messze-messze döntő többsége, az átlag alapkeresők, azok szinte kivétel nélkül abba a körbe sorolhatók, akik vesztesei ennek a történetnek. Nem csak foglalkoztatás politikai szempontból, hanem aképpen is, ami arról szól, hogy az általuk megkeresett jövedelmek, azok vásárlóerő értékben hogy néznek ki. Orbán szívesen használja úgy a szót, és próbálja hülyére venni az embereket, szórólapjain keresztül, plakátokon keresztül, hogy arról beszél, hogy a minimálbér az nőtt. Csak a példakedvéért mondom, igen, nőtt a bruttója. Nőtt a bruttója, ami 73.500 forint volt 2010-ben, most már 98.000 forint, tehát a vállalkozásoknak több adóterhe van ennek okán. Őket is a falhoz szorítja. Igen, de a vásárló erő értéke ennek a pénznek, ami ma nettóban 64.200 forintot sem ér el, a vásárlóerő értéke 2010-re visszaszámítva, az nagyjából egy ilyen 55-56 ezer forint környékén van. Akkor pedig a nettó az 60.200 volt. Magyarul 4-5 ezer forinttal havonta 8-10%-kal kevesebb a vásárlóerő értéke annak a minimálbérnek, amit az emberek keresnek, mint amit 2010-ben kerestek. Még egyszer mondom, hülyének nézik az embereket, és hülyítik. Nem sikerpropagandát kellene csinálni, nem. Sikeresen kellene kormányozni. Hitelesen és kiszámíthatóan. Olyan világot kellett volna építeniük, amely nem ahhoz vezet, hogy Magyarország környékét is elkerüljék, akár a külföldi befektetők, vagy sajnos
ami jellemző, hogy a hazai befektetők is máshogy keressék a boldogulásukat a befektetésük szemszögéből nézve. Orbánnak ez lett volna a dolga. Orbánnak az lett volna a dolga, hogy a napokban, az elmúlt hetekben mondjuk Kapuvár, Pápa, tudják, a húsipari cégek, húsfeldolgozók, Dunafer, egyéb dolgok tekintetében ne arról beszéljen, hogy majd akkor a jövő héten, már ez a múlt hetet érintette, ajánlatot teszünk, és akkor ennek a következménye az, hogy Varga Mihály Comba Sándort kapcsolattartóként kijelöli. Nem, nem ez lett volna a dolga. Az lett volna a dolga, hogy az elmúlt két esztendőben, amikor látható volt, hogy ennél a cégnél problémák halmozódnak fel, akkor kezdeményezzen tárgyalás. Akkor, és nem most, amikor már a létszámleépítések beindulásánál vagyunk. Egy szó mint száz, foglalkoztatásban, bértekintetében és az ígéretek vonatkozásában is csalatkozást hoztak. Az ígéretekről csak annyit. Ők azt mondták, mértékadó gazdasági növekedés lesz. Ehelyett tavaly 1,7%-os csökkenés volt. Azt mondták, ennek az lesz az eredménye, hogy 1 millió új munkahelyet fognak teremteni, olyat, ami adófizető, na nem közfoglalkoztatottat, nem, olyat, ami adófizető. Ebből az lett, amit mondtam, több százezerrel kevesebben dolgoznak. A versenyszférában bárki bármit mond, tételesen bemutatható, kevesebben dolgoznak. De idén, mint tavaly, tavaly, mint tavaly előtt. Évről évre csökken a számuk. És tudják, az a baj, hogy a statisztikákat még aként is manipulálják, hogy a folyamatában, részmunkában, 4 órában foglalkoztatottakat ugyanúgy számítják be egyként, mintha 8 órában lenne foglalkoztatott. Statisztikai adatként ő egy. De a megkeresett jövedelem tekintetében ő fél. Ez a baj. Ez a probléma. És az a gond, hogy mindezek mellett a közfoglalkoztatás szükségszerűségét nem vitatva, ezzel is próbálnak manipulálni. Egy szó mint száz. Azt gondolom, ennek a kormánynak lassan a szavatossága lejár. Az ígéreteiből semmit nem teljesített. A radikális adócsökkentés, ami a harmadik mértékadó ígérete volt, az úgy teljesült, hogy a 2010-es 37,5%-os adócentralizációhoz illesztette most 39%-os, ez 450 milliárd forintnyi többletterhet jelent a vállalkozásoknak és az embereknek. Még ha azt hirdetik, hogy jót csinálnak, akkor is rossz a vége. Példa erre a pedagógusok bérfejlesztése is. Hiszen vannak és lesznek olyanok, akik nem többet, hanem kevesebbet fognak keresni. És a parlament falai között még azt is megtagadták ezektől az emberektől, hogy azt a biztonságot szavazzák meg számukra, hogy ne kereshessenek kevesebbet. No hát ez az Orbáni jólét, ez az Orbáni szolidaritás. És közben akik a padló közelébe kerülnek, azoktól meg mindent elvesznek. Hiába fizetnek a munkaadók, a munkavállalók különféle járulékterheket szolidaritási elv alapján és biztosítási elv alapján, a valamikori munkaerőpiaci alapba, a mostani nemzeti foglalkoztatási alapba, a nemzeti szó lejáratása zajlik. Ezek csak a harmadát tudják kivenni, hogyha elveszítik a munka lehetőségüket. Ez megint csak az Orbáni szolidaritás. És az utolsó mondatom nem lehet más, csak és az. Okulni kell mindabb, amit ők csináltak az elmúlt bő 3 esztendőben. Okulni kell, mert nem lehet így normális világot építeni. Mi erre készülünk 2014-et követően, hogy az emberek messze-messze döntő többségének a javát szolgáljuk. És ne a haverokért, a trafik, a földmutyi és egyéb más ügyletek tekintetében.